Az egyház természetéhez tartozik a kommunikáció. Amennyire a 19. század közepétől a II. Világháborúig színes volt a magyar katolikus sajtó, a kommunista diktatúra éveiben csak korlátozott keretek között működhetett az egyházi újságírás. Ezért is volt nagy jelentősége a MAKUSZ, azaz a Magyar Katolikus Újságírók Szövetsége megalapításának. MAKUSZ születésénél is ott voltam, és tudom, hogy nagy elhatározásokat tettünk, és azt gondolom, hogy azzal a lehetőséggel, hogy most idejöttek és beszélhetünk, egyfajta számadást is tarthatunk, hogy mi valósult meg azokból az elhatározásokból, és mi nem. De aminek még inkább örülök, hogy itt vannak iskoláinkból tanárok, fiatalok, akik egy kicsit beleízlelhetnek abba a világba, amit a média jelent, hiszen bár nem örömmel mondja ki az ember, de hatalmi ággá vált, ezt meg kell látnunk, és azt gondolom, hogy ezen a területen viszont a katolikus újságírásnak óriási kihívásai és feladatai vannak, hiszen Jézus azt mondta, hogy keressétek előbb Isten országát és az ő igazságát, hogy az igazságot keresni, mert ez a világ, amelyben élünk, nem biztos, hogy az igazságot keresi. Látnunk kell, hogy a média nem az Isten, de az egyház is csodálatos dolognak tartja, amelyik olyannak, ami alkalmas arra, hogy az emberi nem boldogulását és üdvösségét szolgálja. A szövetségnek egyik kitűzött célja, hogy azokat hívja sorába, akik nem a felekezeti sajtóban dolgoznak, de katolikus értékrend szerint élnek és végzik munkájukat. Összetartozás élményt ad azoknak, akik ezen a terepen próbálkoznak, és a terepet most nagyon tágan értem, a világi, a profán sajtóban, az egyházi sajtóban, és általában a médiában. És különös tekintettel azokra, akik nem hivatásos sajtómunkásként vagy médiaszakemberként dolgoznak, hanem egy plébániai közösség, egy szerzetes közösségnek a honlapját vagy az újságját készítik, tulajdonképpen akár díjazás nélkül, szóval, hogy nekik is tudjunk segíteni egyfelől abban, hogy valahova tartoznak, és hogy időről időre szakmai képzések, megbeszélések résztvevői is lehetnek. Mit jelent média tudatosnak lenni? Természetesen azt, hogy ugyanúgy fogyasztunk, médiafogyasztók vagyunk, mint mindenki más, csak elemzői, értelmiségi attitűdtől vezettetve tudjuk, hogy mit fogyasztunk. Nem a saját véleménybuborékunk, visszhangkamránk fogja vagyunk, hanem mindig tudjuk, hogy mit fogyasztunk. A média tudatosságról tartott előadást Tóth Holló Tamás kommunikációs szakember, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy fennáll a veszély, hogy a saját véleménybuborékunkban, a saját visszhangkamránkban élünk. A tudatossághoz hozzátartozik, hogy mindent, még a könnyed műsorokat is a saját helyén tudjuk kezelni. Az online újságírás kapcsán elmondta, a minőségi újságírás nincs ellentétben ezzel a platformmal. Ami jó hír, hogyha küzdő szellem van bennünk, már pedig, hogyha egy krisztusi misszióról vallunk szint, és amögé akarunk odaállni, akkor ez a küzdő szellem nem hagyhat bennünk alább, akkor ezen a terepen, ebben a médiatérben is meg lehet vívni ezt a csatát. A szakmai napon a Duna csatornán látható Agapé című műsor felelős szerkesztője a műsor körül spontán kialakult közösségről szólt. Amikor megkaptam ezt a témát, hogy közönségből közösség, és az Agapé című műsor kapcsán, ami a Duna TV-n látható, én magam is elgondolkodtam, hogy hogyan lehet ezt jól felvezetni, és hogy lehet erről jól mesélni, amit én szerkesztőként megélek. 2,5 éve megy az Agapé a Duna TV-n, és én felelős szerkesztőként, szerkesztőtársaimmal, műsorvezetővel együtt azt éljük meg, hogy valóban egy közösség alakult a műsor köré. És nem csak egyrészt köszönhető ez annak, hogy bekerült az online térbe, de így a vendégek visszajelzései kapcsán. És a vendégek olyan támogatása kapcsán is, hogy felhívnak egy-egy téma kapcsán, visszajeleznek egy-egy téma kapcsán, hogy én megnéztem egy másik adást, amiben nem szerepeltem, és erről nekem ez eszembe jutott. Lehet, hogy érdemes vele foglalkoznatok. Elindul egy közös együtt gondolkodás.
A Brenner János Hittudományi Főiskola dísztermében tartott szakmai nap egy országos rendezvénysorozat egyik állomása volt, amelyet a Magyar Katolikus Újságírók Szövetsége és a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság szervezett.